műsorunk támogatói: Penta általános építőipari Kft. Protech fejlesztő Kft. Kaloterm építészeti és épületgépészeti Zrt. VLG kábelkereskedelmi Kft. Ibl tervezőiroda. Műsorunk média partnere: a Sport Plus. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják. Vendégem dr. Duli Jenő, a magyar vitorlázás egyik nagy ikonja, nagy alakja, és a kékszalag kapcsán fogunk beszélgetni az elmúlt időszakról, a vitorlázásról, különös tekintettel természetesen a kékszalagra, illetve arra, hogy a Magyar Vitorlázás Története című könyvet ő írta meg. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen az üdvözletet, meg a meghívást is. El kell, hogy áruljam, hogy Kerekes Kázmérra most vártunk egy fél órát. Azt tudom, hogy defektje volt, hogy aztán hogy sikerül fölérkezni adásunk ideje alatt, ide érkezik-e vagy sem, azt nem tudjuk. Minden esetre Kerekes Kázmér volt a versenynek a vezető rendezője, mármint a kékszalagnak és nagyon sok egyébnek is, tehát őtőle is olyan információkat tudhattunk volna meg, amelyek érdekesek lehetnének. Sokáig a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára volt. Egyébként. És akkor most, hogyha már említetted a Vitorlás Szövetséget, akkor vágjunk bele a közepébe. Tulajdonképpen az emberek nagy része a vitorlázás hozzáköti a kékszalaghoz, pedig hát azért ez egy kiemelt verseny az összes többiből. Amelyet 100 verseny van még évente, mert nem csak a Balatonon egyébként, hanem az öt nagy tó. Fertőtó, Velencei tó, Tiszató, Májé tó, Orfűító, ezeken mind jó és nagy vitorlás élet van egyébként. De a legnagyobb vitorlás élet természetesen a Balatonon van, jól gondolom? Van, meg a legrégebbi is, hát ezeken a tavakon. Orfűító, nem is mikor van, mondjuk 30-35 éve van Orfűító, tehát meg Tiszató se volt 50 évvel ezelőtt. Tehát a Balaton az egy nagyon érdekes természeti tünemény, az én megítélésem szerint. A korát azt 40 ezer évre becsülik tudós emberek, és hát 40 ezer év az az emberiség megjelenése majdnem a Földön, tehát az emberiséggel egyidős. A keletkezésében is többféle elmélet van. Maradjunk abban, hogy ez egy édesvízű tó, Közép-Európa legnagyobb tava, 600 négyzetkilométer a felülete, 77 kilométer hosszú, és a legnagyobb szélessége az Siófok meg Almádi, Siófok meg Füred közötti, ott 10-12 kilométeres távolságban. A legkeskenyebb pedig, akit mindenki ismer, a Tihanyi szoros, Szántód és Tihanyi rév között, amelyik másfél kilométer, és a kompjárat van, nagyon régóta egyébként, az 1200-as években már nem kompok, hanem átkelők voltak ezek. Ezek a halászok meg a révészek voltak azok az emberek, akik szállították az embereket, állatokat, terményeket, egyik részből a másikba. Hogyan alakult ki, hogy a vitorlázásnak a központi helyszíne az pont Balatonfüred lett? Hát azért, mert tulajdonképpen jó a kérdés, de most gondolkodom kell. El is gondolkodtál rajta hirtelennyében. Vajon miért? Tulajdonképpen az 1700-as évek végétől, az 1800-as évek közepén keresztül, és így Széchenyiről nem szabad megfeledkezni, a gőzhajózás megteremtőjéről, a balatoni gőzhajózás megteremtéséről. A felső tízezer, nevezzük ezt a mai kifejezéssel így, a gazdag és tehetős emberek, grófok, bárók, földbirtokosok, gazdag emberek, azok Balatonfüredre jártak, mert az egy jó hely volt. Egy gyógyhely volt, mert elterjedt a híre, hogy itt a gyógyvíz, meg a mit tudom én, ami valós. Hát ezért, és amellett az 1800-as évek mondjuk elején még keszthelyen volt, a festeticsek vitorláztak, meg hajóztak a Balatonon, és így koncentrálódott végeredményben Füredre a dolog, és ők tudtak vitorlásokat venni, meghívtak olyan embereket, akik vitorlásokat tudtak gyártani. A vitorlázás gyártása is Füredhez, illetve a hajók gyártása is Füredhez köthető? Így van, egyértelműen abban az időben. Megmondom a pontos évszámot, mert ebben egy nagy tévedés van, mert azt írják ki a hajógyárban, meg mindenütt, hogy 1881.
Közben ez nem így van, mert Jung Richard, vagy Young Richard, Richard, attól függ, hogy nevezzük, én ezt szeretem így mondani, hogy Jung Richard, még akkor is, ha így műveletlennek tűnök. Lényeg az, hogy ő 1879-ben érkezett Magyarországra, és ez a kutatásaimnak az eredményeként jött, hiszen mindenki 80-ról beszél, vagy 81-ről, ami egy téves dolog. Ő 79-ben megérkezett a munkásaival, a szerszámaival, és itt felépített egy hajóépítő üzemet. 1880-ban már elkészült az első hajó, amit Mariskának nevezettek el. Azért volt Mariska, mert a felesége Mariska volt egyébként. Ez volt az első olyan hajó, ami sportcéllal épült, kizárólag sportcéllal épült. Hát azóta sok víz fodrozódott. Most majdnem azt mondtam, hogy sok víz lefolyt a Dunán, de sok víz fodrozódott az egészen biztos a Balatonon. És hogyha már itt tartunk, akkor a vitorlás hajóknak a története az hogyan alakult, hogy mondjuk a kékszalagot, hogyha tekintjük, akkor ugye kik voltak azok, akik az első kékszalagokon, ugye ami a Balaton-tó kerülő verseny. Ne menjünk ilyen gyorsan. Meg ha azt mondtad, hogy fodrozódik vagy folyik, a Balaton folyik egyébként. Igen. A keleti medencéből. Na tessék, mennyire tudatlan vagyok. A keleti medencéből a nyugati medencébe, melyik a keleti medence, az, amik Siófok, Füredkenese, ez a medence Tihanyig, a másik a nyugati medence. Balatonnak három medencéje van egyébként, ez a keleti medence, amit most mondtam, a nyugati medence Tihanytól tulajdonképpen Györök Mária fürdőig, és a Keszthelyi medence, a Keszthelyi öböl. Na most, mi az alapvető különbség azon kívül, mondjuk azt, hogy keleti meg nyugati medence az rendben van, de a másik két medence között mi a különbség? Az a különbség, hogy nagyon érdekes a meteorológiai szintje, a széljárása, a napfényes erdőidők, az áramlása, a hullámzása, mindenféle tekintetben. Jól elkülönülnek, ez nem csak egy ilyen elnevezés, meg földrajzi ismeretekben járatos embereknek az agyréme, ténylegesen ezek különbözőek. Szóval most ilyet mondok, hirtelen ez jutott eszembe, a Szigligeti öbölben mindig baromi zűr van. Ami azt jelenti, hogy ott mások a viharok, tehát fúj a szél, erős szél van mondjuk Badacsonyig, az ember kijön a Szigligeti öbölből, más a hullámzás, más az iránya, más a dolga, az egy veszélyes hely, mindig is veszélyes hely volt egyébként. Különböző most, zónák vagy cellák találkoznak egymással, igen, és megfordul a szél? Meg a földrajzi fekvésed, szóval, uh-huh, hogyha magunk elé képzeljük a Balaton, akkor a Bakony végeredmény az, ami véghúz, a Bakonynak vége van Vadacsonnyal tulajdonképpen, és akkor van egy nagy üresség ott, Tapolcai medence. Az egy teljesen sík rész, és mögötte a Csobánc, a Tátika, a mindenféle tátika, meg mindenféle hegyek vannak, amelyek bazalt maradványok egyébként, és a földtörténeti korban úgy alakultak ki, és ezek a meteorológiai helyzetet befolyásoló tényezők tulajdonképpen. De most mondom, nagyon régen a Balaton nem ilyen rövid volt, meg nem ilyen hosszú volt, meg nem ilyen mély volt, hanem 8-10 méterrel volt magasabb a víz, és többek között a Tapolcai medencét, amit most Tapolcai medencének nevezünk, az teljesen a Balatonnak része volt. Ilyet mondok még, ami nagyon kevesen tudnak, hogy a Szigligeti hegy, meg a Szigligeti félsziget, az egy sziget volt, tehát a Tapolcai medencének ott egy átjárója volt. És még egy, hogy a Tihanyi félsziget is sziget volt, mert Balatonfüred, meg mondjuk Akali között, az a része, az teljesen vízfelület volt. Hát, és volt olyan rész is Keszthely környékén, ahol az állatokat a víz, tehát olyan alacsony volt a maga a Balaton, hogy a szekkeleket át lehetett hajtani a Balatonnál. Ez melyik részre esett? De ez nem, ez télen volt. Tehát amikor a Balaton befolyt, amikor nyár volt, akkor nem mentek szekkelekkel át. Ez télen volt ez, és sok főleg a keleti medencében. Olyan vastagra fagyott a jég, mondjuk az 1870-es években, 40-50 centi vastag jég volt a Balaton, mindent kivírt. És ott lóval, szekérrel hordták az embereket, meg az árukat, délről vitték a gabonát északra, északról a bort délre, meg esküvők voltak, meg mit tudom én. Ötvös Károlynak Utazás a Balaton körül című könyvét ajánlom most figyelmükbe, tulajdonképpen most a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban, folytatásokban, egy rádiójáték szerűen
vagy az Ötvös Károlynak a műve, nagyon jól megcsinált dolog volt, amit nem most vettek fel, hanem a 70-es, 80-as években, most nem emlékszem pontosan mikor. Visszatérünk 1880-ra, amikor megépült az első vitorlás, hogy ja, nézett ki? Még mindig menjünk vissza. Szóval előtte már vitorláztak, és nem szabad kihagyni a festeti cseket, hogyha a magyar vitorlázásról beszélünk. Festeti György gróf megépítette azt a csodálatos kastélyt, amit most is meg lehet nézni, mert a könyvtárát, meg a maga a kastély, ami eredeti állapotában van, minden a háborús pusztításoknak nyoma sincs, mert szerencsére nem. Ez egy külön történet, de erről nem tudunk beszélni most, mert rövid az időnk. Festeti csek az 1700-as évek végén jöttek Magyarországra. Turopolyának hívták ezt a helyet, ez Zeng mellett van. Tulajdonképpen is a törökök elől menekültek Magyarországra, és itt telepedtek meg. És akkor megvették Szentgyörgyöt meg, stb. Aztán Keszthelyt, ott felépítették az uradalmukat, meg a Georgikont, ami az első mezőgazdasági iskola volt. Tehát ők nagyon sokat tettek a Balatonért, és megépítették az úgynevezett sószállító gályákat. Kettő ilyen volt. A sok hajó átkelő mellett az egyik a Kristóf volt, a másik pedig a Főnix. Most ők vitorláztak, de ő előttük mások is vitorláztak. Ez megint egy újszerű dolog, azt hiszem a megközelítésben, hogy mióta van vitorlázás a Balatonon. Hát ilyet mondok, hogy időszámítás előtt 12. Ki a fene gondolja azt, hogy 12-ben vitorláztak, pedig a rómaiak akkor jöttek át, és jöttek föl, elfoglalták Dunántúlt, és azt Pannoniának nevezték egyébként. Ők biztos, hogy vitorláztak. Ennek nincsenek tárgyi emlékei, de megtalálták azokat a köveket, amiket az északi partról vittek át, és nem tudtak másképp átmenni, mert minden mocsár volt, tehát nem tudtak köveket szállítani. Lényeg az, hogy követ szállítottak, utakat, villákat építettek a déli parton, ilyen Tác például, ilyen például Gorzium, ilyen például a római hadiút, ami Aquincumot kötötte össze Rómával, az a déli partnál ment, és annak a köveit, az úti köveket az északi parton bányák. Ezt viszont tudományos módszerekkel, karbonvizsgálatokkal kimutatták, hogy azok ugyanazok, amikor a kövekből vannak. Aztán nagy dolgok voltak egyébként, mert jöttek a hunok, meg jöttek az avarok, meg jöttek a törökök, meg jöttek a mindenki. Ezek mind vitorláztak. Hitelesen Evlia Cselebi, ez a török utazó írja le, hogy a marcali bégek szívesen vitorláztak a Balatonon, meg azt máshonnan is tudom, vagy tudjuk, hogy hatalmas hadi dolgok voltak, a törökök a Balaton déli partján voltak, az északin mindig a magyarok, és itt hatalmas csaták voltak, ilyen gályákon, vitorlás gályákon voltak a csaták, például Siófokon 500 embernyi katonák voltak, gályákon elmentek Tihanyba, meg mindenhova, hát nagy csatákat vívtak annak idején, hát ez az 1500-as évek, meg 1600-as évek közepéig, az 150 évig itt voltak, tehát persze. Hát sok minden történhetett ez alatt van, az idő alatt és is. Akkor tulajdonképpen a festetések tulajdonképpen 1810-ig vitorláztak, meg mindenféle csináltak, már akkor a Főnix gályával, így hívták, gályának hívták, ami sószállításra építettek először, és... De ez egy tutajszerű építmény nem, volt? Nem, rendes hajók voltak, két árbocos hajók, orvitorlával, stb. Felszerelve, nagyon nagy, 30-40 ember elfért rajtuk, járkáltak, mert mások is jártak vele, mindenféle híres embereket elvittek vitorlázni, járták a Balatont. És amikor megérkeztek egy helyre, mondjuk Füredre, akkor egy ilyen kis mozsár rádiót elsütöttek, jelezvén, hogy érkeznek, és akkor a népek letódultak a partra, és ott bámulták ezt a dolgot. Jó, lépjünk egy nagy dolgot. Lépjünk egy nagy dolgot 1870-re körül, akkor Mihálkovics Tivadar és mások járták a Balatont, és nagyon érdekes dolgokat írtak le róla. Mihálkovics Tivadar, akiről egy híres verseny van elnevezve, azóta is, nem azóta, de szóval róla van elnevezve, írt egy könyvet, folyamatosan egy könyvet, amiben üres lapok voltak, és ő kézzel írt, rettenetes írása volt, rettenetes. Az a címe, hogy egy sportember naplója. És ott leírja például azt, hogy
elmentek túrázni, három napig ki se kötöttek. Éjjel-nappal a Balatonon voltak meg, mennyibe került a tojás, meg a szolga a kikötőbe, meg a mit tudom én. De borzasztó érdekes dolog volt összességében ez. Ez jó. Forgalomban van egyébként ez a Mihály Kovács könyv? Nincs. Ez magán. A Mihály Kovács Tivadar, aki unokaöccse egyébként a Mihály Kovácsnak, de a Mihály Kovácsnak volt egy testvére, és annak a leszármazottja, tehát unokaöccseként szerepel az ő könyvtárában meg ez a könyv. És akkor gyakorlatilag, amikor írtad a Vitorlázás története című könyvet, akkor ebbe bele lehetett pillantani? Persze, hát én sokáig, hát több mint egy fél évig volt már. Először meg kellett tanulnom elolvasni azt, amit leír, hogy melyik az S betű és mi a T, és elféle, na most ez egy meg hát a helyesírás is teljesen más volt abban az időben. Hát mondjuk az nem annyira volt már. Szép írása volt, csak mint a macska kaparás szokták volt mondani. Ez olyan volt ez a Sportember napja. Ez egy nagyon fontos irodalom volt, nagyon sok mindent merítettem belőle a történeti írása közben. Hivatkozom is, hogy pontosan, hogy kikor, mikor, meg stb. Irodalom jegyzékben benne van. Na, menjünk tovább. És akkor a vitorlázgatásuk közben volt itt még egy nagyon jeles dátum, ez pedig Glossing volt, ez az angol birodalomnak a magyarországi követe volt, aki beleszerelmesedett a Balatonba, itt töltötte a nyarait, 5 évig volt itt, akkor is 5 évenként váltogatták egymást itt a konzulátuson, és ő elhozta Angliából az ott gyártott hajóját, amit királynőnek hívtak. Itt ez a versenyeken is indult az út, de azok csak ilyen uli-buli versenyek voltak. De nagy lendületet adott Glossing, sőt, egyes adatok szerint ezt a bizonyos Richard Youngot is ő hívta Magyarországra az 1870-es évek végén, amikor 79-ben ide megérkezett. Tehát akkor ennek tükrében mikor volt az első verseny? Azt, mikorra tehető nagyjából? Nem tehető, pontosan tudjuk. 1882. augusztus 22-én, 23-án volt az első verseny a Balatonon, amit a Mihály Kovács Tivadar, meg a Németi Ernő, meg a Hunyadi grófok, meg mindenki, akik összekerültek és megszervezték az első versenyt. Azóta vannak rendszeres versenyek a Balatonon. Volt olyan időszak, amikor 8-10 verseny is volt egy éve, volt olyan aztán, amikor a 80-as évek közepén, amikor már csak 1-2 volt, és az 1900-as években pedig megszűnt, mert ezek a mecénások, ezek a vizet, vitorlázást kedvelő emberek, ezek meghaltak, abba hagyták, megunták, drága volt, mert ők nem tudtak vitorlázni, embereket tanítottak, meg embereket hoztak, meg külföldről matrózokat, meg efféléket hoztak ide, azok tanították meg őket vitorlázni. Az igazi alakulás végeredményben az az első magyar jachtklub volt, ez a Balatoni Jachtklub néven szerepelt, amit sokan alapítottak egyébként, és ez egy zárt körű, az arisztokrácia felső rétegeibe tartozók voltak a tagjai, ezek indították el tulajdonképpen a versenyzést, rendeltek hajókat Richard Youngtól, meg másoktól ennek az utódai, mert aztán 1880-ben Richard Young elment innét, összeveszett Eszterházi Mihály gróffal, és most ezek olyan sokat lehetne erről beszélni, napokat is, de hát nem, nincs arra idő most. Lényeg az, hogy előbb megindult a hajóépítés, és ők rendeltek, ugye, ahogy az előbb mondottam, hajókat, meghozottak külföldről hajókat. Ugye, mert tehetősek, ezek nem akármibe kerültek, hát ezek is nem kis hajók voltak. A mai fogalmunkkal azt mondja, 8-10 tonnás hajó, az meg nagynak számít. Ezek 40-50 tonnás hajók voltak. Hatalmas vitorla felülettel, fényképek vannak róluk, meg efféle. Hát például Eszterházi Géza gróf, az például, rosszul mondom, Andrássy Géza gróf, akinek volt egy hajója, Álmon volt a neve a hajónak, ez úgy építette meg, úgy jöttem rendben, és olyan hajót építsenek nekem, amivel én minden versenyt megnyerek. És ez be is jött egyébként, mert ha nem is minden, de nagyon-nagyon-nagyon sok versenyt megnyert egyébként az Álmomban.
hogyan lehetett összehasonlítani akkor a hajókat, hiszen nem egyformák voltak, ugye, és most, hogyha a kék szalagból indultunk ki, akkor ugye van egy abszolút verseny, és vannak az osztályi versenyek, hiszen nagyon sokféle, sok minőségű, sok céllal épített... 25 osztály van, amit a nyilvántartásában. Hát azért az rengeteg. Régen, kezdetben a súlya döntötte el, hogy hány kiló a hajó súlya. És voltak 3 tonnás hajók, voltak 3 tonna felüliek, voltak 5 tonnások, 20 tonnások, ezeket versenyeztették egy csoportba, ami akkor nagyon-nagyon jó volt, biztos jól érezték magukat, különben nem csinálták volna. Tehát ez egy idejét múlt, már réges-régen idejét múlt, mert a vitorla felület, meg a személyzet, meg a tudás, meg a, ezeket nem vették figyelembe. Így rendezték meg már az első versenyt is egyébként. 5 tonnán aluliak futottak a első versenyen, meg az 5 tonna fölötti hajók versenyeztek. Hogyha most ezeket a Balatonon látható hajók közül, amelyek menetrendszerűen közlekednek. Igen. Melyikhez lehet hasonlítani mondjuk ezeknek a versenyhajóknak a kinézetét? Most pont a napokban láttam a Talizmánt, ahol kalusz van a hajó elején, Árbóccal és a gyerekeknek remek műsort csinálnak, és tehát ilyesmi hajókra kell gondolni, mint versenyhajókra? Az már a modernebbek voltak. Egy ilyen hajóról feltétlenül meg kell emlékeznünk, ez a Kishamis, amit 1896-ban még a Jung által alapított műhelybe építettek meg, de azt már nem Jung Richard, hanem Racci volt ez a... Ez az a Kishamis, ami ma is fut a Balatonon. Így van. És versenyeket nyer. Most is a kék szalagon a saját osztályában ők lettek az elsők, ha jól emlékszem, most nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy modern emberek lettek, és nem csak a hajóépítők, meg a hajótervezők csinálták ezt, a világon nagyon-nagyon népszerűek voltak, hát Németországban, Amerikában, stb. Építettek olyan hajókat, amelyeknek a másai, a tervei elkerültek ide, és így építették meg. De a magyar hajógyár, a Jungféle hajógyár, amely később Balatoni Hajóépítő Részvénytársasággal alakult, aztán Stefánia Jagtérjét hajóépítőüzeme, sokféle neve van, most már más csinálnak ott egyébként, hajókat már nem, sajnos. Ez a Balaton legszebb helyén lévő gyár, mindegy. Amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban az, hogy külföldi tervezők is jöttek itt az 1900-as években, megvettek hajókat, meg mit tudom én, csináltattak hajókat, és akkor nagyon nagy fennakadás volt az első világháború, amik 1914-ben tört ki, és 5 évig, 1920-ig, az nem igaz, hogy nem vitorláztak a Balatonon, mert megvoltak a hajók, de versenyek nem voltak, a klubok nem működtek, stb. Gondolom, ugyanez vonatkozik a második világháború időszakára. Az egy még rosszabb év volt, mert ott még a hajókat is elpusztították. Az az érdekessége, hogy tulajdonképpen vitorlás versenyeket az 1905-ös, 6-os évekig rendeztek, aztán az érdeklődés egyre jobban csappant, és akkor már nem volt, majd 20-ba kezdődött újból, egy hatalmas fellendülés, új hajókat építettek, azok közül nagyon sok ma is megvan, ezek voltak a 22-es Scherenkreuzerek, a 40-es Scherenkreuzerek, a 30-as Scherenkreuzerek, azután jöttek a Balaton 50-esek, az 50-esek, stb. Nagyon szép arzenálja volt Magyarországnak, és egy baj volt, ami nem volt jó, ugye a jó magyar szokás szerint, amit édes nagyapám mondott annak idején, hogy kisfünokám, jegyez meg jól, 2 magyar az 3 párt. És ez egy óriási mondás tulajdonképpen, hogy most is végigkíséri az életünket, nagy bajet, mindig vitatkoztak meg, nem volt egy összefogás. Ezért elhatározták a klubok, hogy fölöttük egy szövetséget hoznak létre. És a Magyar Vitorlás Szövetséget alapították meg 1929. december 3-án alapult meg a szövetség, amely összefogta végeredményben. De előtte voltak más események is, például a 28-as amszterdami olimpián már a magyarok részt vettek a Hungária Hater jachttal, meg egy 14 lábos dingivel vettek ott részt a küzdelmekben,
Jól, azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy ilyen kis tavon vackoltak, ezek meg mind tengeri emberek voltak, végeredményben jól szerepeltek. Ahhoz, hogy valaki jó vitorlázó legyen, és most így beszélünk arról, hogy ahhoz képest, hogy kis tavon tanultak vitorlázni, és kevesebb lehetőség volt az olimpiára való fölkészüléshez. Szóval hány éves korban kell elkezdeni ahhoz, hogy az ember az összes tudást magába szívja, beszéltünk a szelekről, a különböző öblöknek, a tavaknak az ismeretéről, vagy a tenger ismeretéről. Tehát ez mikortól ivódik az emberbe? Később mennyire tanulható? Most ezek különbözőképpen vélekednek erről az emberek, én a saját véleményemet mondom. Azt mondom, akkor, amikor a gyerek már jól tud úszni, de nem úszni tud, tehát leúszik 200 métert vagy 500-at, nem az a lényeg, hanem vízbiztonsága legyen. Tudja, hogy a víz milyen elem, és hogy ő ott hogy érzi magát. Hogy föl tud jönni, ha megy lefele, akkor föl tud jönni, most erről nem beszéljünk. Lényeg az, hogy vízbiztonsága van, ez a legfontosabb dolog. És hogyha ez 6 éves korban van, akkor az már jó, akkor már tudja mind a 4 úszásnemet, és meg fel tud készülni. Ez egy előiskolája az úszodai megtanulása. A vízben, más a természet vízébe úszni, mint a úszodából úszik az ember, fél akkor, hogyha kimegy a Balatonra úszni, hiába tud jól úszni. Én azt mondom, tudja, hogy parttól partig úszik. 6-10 éves korban érdemes elkezdeni, de jelenti ez azt is, hogy 8 évesek is bajnokságot rendeznek meg, ezek a serdülők, optimist hajóba mennek, ami egy jó előiskolája tulajdonképpen a felkészülésnek, hogy ahhoz, hogy olimpiai élet legyen, mert ugye az mindennek a teteje, hogy valaki olimpikonná válik, külön is tartjuk, nyilván tartjuk őket, amellett, hogy a magyar vitorlázásban olyan gazdagon szerepeltünk mi olimpián, mert a Detre testvéreknél, akik harmadikak voltak 80-ban a moszkvai olimpián, illetve Tallinnban, amelyik a vízi olimpia volt, illetve a vitorlás olimpia volt, azon kívül nekünk nincs olimpiai érmünk, majd most lesz. Nagy tehetségek vannak, nagyon jók vagyunk, jól szerepelünk tengeren is, világkupákon is, bajnokságokon is. Legalább 5-8 olyan versenyzőnk van, akik alkalmasak arra, hogy már 20-ban, meg 24-ben reménykedem benne, hogy érmet tudjanak szerezni. Hogy olyan dobogós helyet hoznak, ami nem a harmadik, annál jobbat hoznak. Az az igazság, hogy a vitorlázás az egy nagyon drága sport, és nagyon sok minden kell hozzá. Nem tartozik azok közé, a látványsportok közé, amely a kiemelt támogatott ágazat. Közben meg tudjuk, hogy hihetetlen látványos, hiszen hogy aki elment most és vette a fáradtságot, vagy éppen a Balatonnál nyaralt, és látta azt az 501 néhány hajót elrajtolni, vagy körbe menni a Balatonon, tehát annál szebb látvány nem is meg kell. Megállni Siófok előtt, ami legalább egy fél óra volt, akik a Aligától, Világostól, Siófokig, a parton voltak, és ott láttak, ilyet nem láthattak még az életben se, hogy 500 igen. hajó ott spinakkerrel, szép színes szárcévitel, akkor ott áldigáltunk tulajdonképpen, igen. Ezt kell mondani. Mert a szél az nem volt vagy a nyugati medencébe kedvező, az katasztrofális volt. A keleti, de hát néhány hajó ment át, akik a rohanó gépeknek hívják mostanában őket, azok átjutottak ezen, de a többiek azok nem, az összes hajó ott állt. Tulajdonképpen a siófoki bója előtt, ahol meg kellett kerülni, a Kékszalag egyik állomása volt, ha így tetszik mondani. Tulajdonképpen a látvány maga az tényleg csodálatos, és hogyha már a szélviszonyokról beszéltünk, akkor tényleg meg kell említeni, hogy ez egy nagyon embert próbáló verseny. Én, ahogy készültem erre a beszélgetésre, elolvastam egy írást, amit a versenyrendezőség Kerekes Kázmérék tették fel, hogy hogyan készüljenek fel a hajók egy ilyen hosszú túra versenyre. Mert más egy félnapos verseny, más egy párórás verseny, egy úgynevezett pályaversen túraversenyek, távversenyek, és a Kékszalagon sik elindulni, tehát és tudás kell ahhoz, hogy végig lehessen rajta menni, mert ez egy embert próbáló verseny. Nekünk ugye Jenő bátyámmal sok közös versenyünk volt már, ebben az évben én, megmondom őszintén, nem vállaltam, neveztünk a versenyre, de én nem vállaltam, mert az én hátam nem biztos, hogy bírta volna azt a
hosszú helyben átsorgást, amit most az előbb említettél a nyugati medencében, viszont a csapat, itt van az aranyérem, meg is mutatom, mert egyszerűen hihetetlen, hogy milyen teljesítményt csináltak, hiszen az Európa 30-as osztályban Duli Jenő az Ábrándal és a csapatával megnyerte a versenyt, amiből szívből gratulálok. Osztályokról van szó, és majd mindjárt beszélünk az osztályokról. Milyen felkészültség kell ahhoz, hogy valaki egyáltalán vállalni merje ezt a versenyt? Nagyon sokan bulinak tekintik, valljuk meg egészen őszintén, fú, végigmegyünk a kék szalagon, és jól érezzük magunkat. És nagyon jól érezzük magunkat. Ami egyébként így is van, csak hát attól függ, hogy milyen hajóval és milyen céllal indulnak neki. Teljesen így van. Na most vegyünk egy kerek számot, 500 hajó, már több volt az idén, de volt már olyan, hogy 640 hajó volt a Kékszalagon. Ez egy nagyon-nagyon nagy szám összességében. Ezeknek a tekintélyes része, most én nem százalékolok, meg nem mondom, ezek elindulnak ezen a versenyen, mert ennek most már híre van. Most tovább még nemzetközi híre van, és ezt egy jó, egy érdekes dolognak tartják, ami amúgy is ténylegesen így van. Na most az azért nagy tévedés lenne, hogy ez beülök a hajomba, és évente vitorlázom mondjuk 10 órát, vagy 20-at, és akkor indulok a Kékszalagon, mert én vitorláztam májusban kétszer, meg áprilisban is egyszer, meg még aztán júniusban is még egyszer. Ez nem elégséges hozzá. Tételezzük fel, hogy nagy gyakorlattal rendelkezik, ami megint egy ilyen szűrő lehetőség, mert vannak olyanok, hogy soha sehol nem indultak, de a Kékszalagon elindulnak. Ezek az emberek sajnos nem tudják azt, hogy ez milyen fáradtságos. Tényleg fáradtságos ez, hiszen nem csak egy nagy állóképességet jelent, hanem gondoljuk el, hogy egy átlagos hajóban mondjuk 4-5 négyzetméteren, vagy 6 négyzetméteren van 3-4-5 ember. És ezeknek egy hosszú időn keresztül ott a levegőt, az étkezését, az italfogyasztását, a folyadékbevitelét, stb. Mindent meg kell oldani, mindent magunkkal kell vinni, és ezt lehet gyakorolni. Ezt elsősorban a sokszoros indulással, tehát más versenyeken is el kell indulni. Ez az egyik része. A másik része, hogy nagyon fontos, hogy ez egy technikai sport. Technikai sport, ahol nem csak drágák a felszerelések, meg a kötelek, meg a vitorlák, meg a stb., hanem azt jó karban kell tartani, tehát az, hogy egy Kékszalagról elinduló hajó át ne vizsgálja a saját felszerelését, meg ne nézze a kötelek állapotát, stb., mert nem csak a lassú szélre, meg a gyenge szélre kell számítani, hanem viharos állapotban is helyt kell állni a hajónak. A technikai része tehát egy elengedhetetlen dolog. A harmadik része, hogy ugye ez nem egy személyes sport, mindig többen vannak a hajón, általában 3 és 15 fő van egy-egy hajón, ezeknek az összeszokottsága, ki mit csinál, azokat be kell gyakorolni, hogy azok flottul menjenek, aki igazán versenyezni akar. Most aki bulizni megy, annak nem biztos, hogy kell gyakorolni, de az állóképességre neki is szüksége van. És a hajó biztonságos átvizsgálására nekik is szükségük van, mert pont azokkal történik a legnagyobb havária, akik kimennek bulizni, és nem tudják, hogy mire lehet számítani. Hát emlékezünk egy pár évvel ezelőtt, micsoda vihar érte a Kékszalag mezőnyét, és még a szokásos... Én magam is ezt nem szégyellem bevallani, mert még én magam is elsüllyedtem, ugye, a hajóval együtt, az egy más, hogy miért, meg most nekem nincs arra időnk, hogy ezt elemezzük. Ez nagy tanulságú volt, azért szerepeltem ilyen televízióban, meg, hogy elmondjam, hogy milyen veszélyek leselkednek az emberek. Még egy dolgot mondok utoljára, Balaton ismeret. Tehát azon kívül, hogy meteorológiai ismerete van valakinek, ahhoz jó felkészült Balaton ismeret. Tehát megyek a Balatonon, mondjuk átmentem a Tihanyi szoroson, és ott van mi van balkész felé. Van egy Balaton földvár, aztán van egy Balaton szemes, Balaton lelleveg, stb. Ezt tudja, de honnan tudja? Mert ma már a teljes parton mindent fények vannak. Tehát vannak ismertető jelek. Kell a tájékozódáshoz az, hogy én jó Balaton ismerettel rendelkezzem, és még egy nehéz lehetőség van a Balaton ismereten belül, nevezetesen az, hogy éjszaka más körülmények vannak, mint a nappali körülmények, mert nappali jó, tájékozom, látom a felhőket, látom a partot, látom a ellenfeleimet, éjszaka ez nincs. Egyedül vagyok,
jó, hogy vannak bizonyos ismeretek, meg a gyakorlott emberek tudják, hogy melyik hajó, hogy van kivilágítva, és az, akit én látok, az kicsoda. Az stb. Jön vagy megy éppen. Vagy, hát azok mondjuk a fények, igen. Kötelező világítás van, stb. Tehát van egy csomó olyan akadályozó tényező, aminek a gyakorlatát meg kell, el kell sajátítani. Lényeg az, hogy nem csak akadályozó, hanem örömteli legyen, mert hogyha sok baj történik, akkor még csak vita van, meg mindenféle, ami a pszichés légkört is megváltoztatja. 24 hajóosztály, nagyon sok. És sok száz hajótípus a Balatonon. Nem lehet mindegyiket egy kalap alá venni. Vannak osztályok, amelyek egymással versenyeznek, de meg, hát ez meg, pont olyan, meg mindenkivel, aki éppen mindenkit le kell, a hajak is, igen, azokat is le kell győzni, de tulajdonképpen nem lehet összehasonlítani mondjuk egy klasszikus hajóosztályban épült hajó állományt egy másikkal, amelyik mondjuk, tehát most nem akarok kocsi márkákat fölhozni, de nem lehet a Trabantokat a Forma 1-esekkel versenyeztetni, holott ez előfordul a kék szalagon, abszolútban mindenképpen, de hát a Trabantoknak magukkal kell versenyezni, és a Forma 1-es autóknak is magukkal kell versenyezni. Forma 1-nek számít-e már valamelyik hajótípus Magyarországon, most itt a kék szalag mezőjében? Ezek a ez az úgynevezett extrém 40-es és más egyéb hajók, ilyen például a 50-50 nevű hajó, amelyik a kék szalag rekordot tartja. Ez egy kéttörzsű hajó, amit ráadásul az idei kék szalagra felújítottak megint, megcsinálták, átvitték, stb. Ez egy nagyon érdekes hajó. Egyedüli a Balatonon, mert két hajótest van, tehát katamarán, és mind a két testen árbóc van. Tehát két árbócos, de nem egymás előtt, illetve egymás mögött vannak az árbócok, hanem egymás mellett a két hajóteste van. Ugyanúgy van, hogy a nagy vitorla, fokvitorla, genakker, mindenféle vitorla van, de két árbóca van, és hát amikor nagy szél van, most nem volt. Amikor nagy szél van, akkor ki tudják emelni az egyik testet a vízből, tehát egy testen az oldal ellenállása és az ellenállása, a hidrodinamikai része az, sokkal kevesebb ellenállást biztosít, ezért borzasztó gyorsak. Azt mondom, hogy ezek a magyar hajók, ezek 35-40 km/h sebességgel tudnak menni. Visszautalok arra, hogy 77 km a Balaton, és arra utalok, hogy ha 40 km-rel tud menni, akkor 2 óra alatt odaér, meg 2 óra alatt visszaér, tehát 4 óra, de azt nem csinálja, mert nem mindig megy így. Hát nem légvonalban mennek, igen, a hajók. Úgynevezett cikcakba mennek a hajók. Az, mert a széljárások nem egyformák, tehát Balatonfüreden fújó szél egyáltalán nem biztos, hogy keresztény is ugyanolyan erősségű, irányú, stb. Na most ezért van az, hogy ennek a rekordja most olyan, kapásban nem is tudom mondani, de van 7 óra körüli az a jelenlegi rekord. De nem verseny alatt mért rekord. De a kék szalag rekord. 25 évig, jól emlékszem, 25 évig, 1955-ben állították föl azt a 10 óra 50 perces rekordot, amit ez a 50-50, meg más hajók is megdöntöttek, és most, ha jól emlékszem, akkor 7 óra. De most nem gondolom, hogy a könyvben nézem meg, mi ott benne van, de szégyellem magam, hogy nem tudom, de így van. Óriási a fejlődés, a vitorlás, sport eszközeinek kialakításában. De ez nem magyar specialitás csak, annak ellenére, hogy ez a 50-50 azért is nagy dolog, mert ez magyar észben, magyar kivitelezésben, magyar tervezésben, magyar kivitelezésben, magyarok által építetten és stb. Született meg. Tehát ez egy teljesen magyar csoda. Mennyire terjedt el ez a hajótípus? Nincsen, ebből egy van. Tehát összesen? Pontosabban nem, mert az építője bizonyos Pavlovics Dénes most csinált magának egyet. Erre a kék szalag már tavalyra is csinált, de nagyon nagy vihar volt, ott összetört meg akármi. Az idén elindult, de én nem találkoztam vele az idei kék szalagon ezzel a hajóval. Amit a Pavlovics Dénes megcsinált egy kisebb méretben, mint ez a 50-50. Melyek azok a hajóosztályok, amelyek a legnagyobb eséllyel tudnak a rekorddöntésre nevezni? Ezekre a rekorddöntésekre építenek hajókat.
kizondottan azért tervezik, hogy meg is nyerjék vele. És Litkei Farkast le tudják győzni és a csapatával, hiszen ez a cél hát, jelen pillanatban. Mindig a győztest akarják legyőzni. Nem csak le, hogy győzni, hiszen a Litkei Farkas egyedülálló annál 13 kékszalagot nyert, nem zsinórba, de egy-egy jagyással 13 éve ő az uralkodójának, az idén is ő nyerte meg a kékszalagot egyébként. Na, a hajóosztályokról beszélünk, tehát különböző típusú, különböző nagyságú, különböző hajózó tulajdonságokkal rendelkező hajók indulnak el a versenyen, és az egyes osztályok ott, ahol egymás között versenyeznek, azért van. De a Vitorlás Szövetség, amely rendezője ennek a versenynek, az ügyel arra, hogy megjelenjen az abszolút befutás is. Tehát azt is felírják, hogy az első hány óra, hány perckor, hány másodperckor, meg az utolsó hány órakor, hanyadikkor, stb. Hányadiknak futott be, ezek mind nagyon jó dokumentumok, az ember életében érdekesek. Ma már olyan eszközök vannak, hogy ilyen számítógéppel kombinált eszközök, hogy le tudja rajzolni magának utólag, hogy merre fele ment a tavon például. Vannak ilyen tóra kivetíti, hogy itt mentem, itt meg itt mentem, ott meg ott mentem. Egy érdekes dokumentum, ami egy emlék marad más embereknek. A másik az, hogy azt is le lehet ilyenkor követni, hogy tulajdonképpen mennyit csalinkáztunk, amikor tanultam vitorlázni, és az első versenyeket mentük Jenő bácsival, akkor hát tudom, én nem vagyok egy jó kormányos, és nem vagyok annyira koncentrált, és akkor, amikor egy kicsit elmozítottam a kormányt, akkor mindig mondtad, hogy értékes métereket veszítettünk azzal, hogy egy centivel odébb fordítottam a kormányt, és tudom vissza, hiszen pontosan az lenne a lényeg, hogy minél egyenesebben, minél jobban befogva a szeretnénk. Ez a úgynevezett hajó beállítás. A hajót úgy kell beállítani, hogy ne kelljen kormányozni. Ne kelljen kormányozni, a hajó menjen arra, amerre akarok. Mert van úgy, hogy 2, 3, 5, 8, 10 kilométert is egy vonalon kell menni. Ha kormányozok, ez nagyon egyszerű, ezt meg tudom magyarázni. A kormány kifordul az oldalá a közepes helyzetéből, és nagyobb felülettel van a vízben, tehát fékez. Minél többet kormányozok, annál lassabb a hajó. És ez egy 24 óra alatt, az meg rengeteg. Több kilométert veszítettem azáltal, hogy rosszul kormányoztam a hajón. Hát ez is előfordul, Duli Jenőnél kevesebb szer, hiszen nem, ebben... Ez nem így van. Egyébként attól is függ, hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy mennyire van benne a kormány az ember kezében, mennyit gyakorol, mennyit edzés, az nagyon-nagyon fontos. Persze, mennyire persze. Összeszokott úgy a legénység. Úgy van beállítva a hajója, hogy van a vitorlák, hogyan állítódnak, stb. Na, rengeteg dolog. Most én nem akarom ezt elküldösíteni, hogy milyen nagy dolog ez, de tényleg egy fárasztó, nehéz verseny a kékszalag. Nem véletlenül mondják ezt, hogy ez egy jó dolog, mert tömegvonzása van. Hát akárhonnan a bal partról nézik, ennyi hajót egyszerre, egy időben látni, még éjszaka is, mert a fényeket lehet látni, tudnék, hajókat éjszaka ki kell világítani, van egy úgynevezett hajózási szabályzatot, le van írva, hogy milyen világítás szükséges a hajókra. Visszatérünk magára a versenyre és a hajóosztályokra. Két nagy kategória van, a klasszikus hajóosztályok és az egyebek. Mi különbözteti meg a kettőt egymástól? Ez egy ilyen, a köztudatban így megtapadt dolog. Klasszikusnak nevezik azokat a hajókat, amelyeknek a tervei a II. Világháború előtt készültek. Ide tartoznak a 8R, a 6R, a 30-as, a 22-es, a 30-as, 40-es, Scherenkreuzerek, az 50-es, cirkálók, stb. Ezeket mondják klasszikusoknak. A többi, ami azóta keletkezett, azóta tervezték, a tudományos elméleteknek a gyakorlatba történő átültetésével megváltozott az anyagösszetételük. Régen fából építették a hajókat, ezek a csodák egyébként. És most már műanyagból építik a hajókat, a műanyagból is, ugye ma már kevlárból építik, amelyek könnyebbek, meg erősebbek, meg minden fejlődött, hihetetlen fejlődés volt, még az utolsó 30-40 évben a vitorlázásra vetítetten. Mert például most vegyünk egy mondat elejéig az Amerika kupát, ami majd most nem sokára kezdődik, és döntő lesz, hogy ki nyeri az Amerika kupát. Ez a legrégebbi világverseny, 1870-es évekből származik, 72-ből, ha jól emlékszem. Azóta mindig futnak, a világ leggyorsabb hajói voltak mindig is. Ezek ma már
60 kilométeres sebességgel képesek menni. Iszonyatos. Mentő mellényekbe, mentő ruhákba, a bukó sisakba ülnek a vitorlázók, amit 30 évvel ezelőtt el nem lehetett képzelni. De azért van ez, mert veszélyes, mert ha valami havária van, fölborul, akkor úgy beveri a fejét, vagy több halál is előfordult ezáltal, hogy letakarták, nem kapott levegőt, nem tudott kijönni arról, stb. Ja, adjuk ezt az amerikai. Hát ennyire talán a Balatonon nem veszélyes, nem. De nagyon-nagyon de veszélyes ezek a vitorlázás. Igen. Sokan vannak egyébként most is, amiket úgy egy szóval már mondtam egyébként, olyan rohanó gépek, igen. Ahol igenis bukós isakban vannak, mert ha egy hajó mondjuk 20-30 km-es sebességgel megy, és az ember kiesik belőle, az olyan, mint hogyha egy betonra esne a vízbe. Azt hiszük, hogy milyen könnyű vízbe esik. Hát nem. Az olyan, mint hogy olyan kemény a víz, megüti magát, kezelába eltörik, eltörhet. Erre nem volt még példa egyébként. Legalábbis csak itt a Balatonon. Balaton, hát megfulladni megfulladtak emberek már. Nem kellő felkészültség. Egyébként verseny alatt ritkán történik ilyen típusú baleset, hogy valaki belefulladjon a vízbe. Én erről nem is tudok, hogy verseny alatt valaki megfulladt volna. De sok-sok tíz évvel ezelőtt volt egy versenyző, aki megfulladt a Balatonba verseny közben. De nem fordul elő. Nem, ez nem, ezzel égve lehet ezt kifejezni. Ezek szomorú dolgok, ne erről beszéljünk. Visszatérünk egy kicsit Litkei Farkasra. Mi az ő titka? A tehetség, a szorgalom, a jó hajóvezetői képesség és a jó csapatépítő. Úgy sose egyedül vitorlázik ezeken a kékszalagon, 5-10-15 emberrel megy, és ezt egy csapattá kell építeni, ott mindenkinek pontosan megvan, hogy mikor, mit kell csinálnia, és ezt gyakorolják. Hosszú-hosszú napokat, órákat, napokat, heteket gyakorolnak, és így mennek a kékszalagra. Még egy dolgot feltétlenül kell említenem a kékszalagon kívül, még Litkei előtt vagy utána, a táplálkozást. Szóval nem mindegy, hogy mit eszünk és mikor eszünk. Most ez egy változatos legyen, én nem vagyok diabetikus szakember, de azt tudom, hogy könnyű ételeket, nem romlókat, frissítőket és lehetőség szerint nem sok szeszt. Az, hogy sose igyanak szeszt, ezt nem mondom, mert a vitorlázók isznak, de módjával. Én még nagyon ritkán lehet ilyet látni, hallani, hogy valakik részegre isszák magukat. Nem fordul elő, de viszont isznak. Ez tilos. Egyébként úgy, mint a közúton, a Balatonon a vízen vitorlázás körülbelül tilosra szeszesített fel, de mégis csinálják. No. Tehát a táplálkozásra is gondolni kell. Ezt gondolom, hogy viszont egy olyan csapatban, ahol ugye lógnak kint az emberek, igen, ezeknél a rohanógépeknél, ott viszont nem tudom elképzelni, hogy az alatt az idő alatt innálnak. Nem, én sem tudom elképzelni. Az egy különösen veszélyes hely, mert ha látnak ilyen fényképeket, vagy vívment, vagy olyan, az 4-5 méterre kint lógnak, egy tarpukon támaszkodnak, és egy drótra vannak felfüggesztve egy mellénnyel, és azt órák hosszadot állnak, mert ott kell állni. Vagy legugolnak, kiebb engedik magukat, hiszen így a hajónak az egyensúlyát kell biztosítani. Igen. Statikus izomigénybevételt jelent. Nagy fizikai felkészültséget. Így van, gyakorlással, külön speciális testedzéssel, stb. Kell csinálni. Litkei Farkasra menjünk vissza. Ő egy tehetséges ember, aki azon kívül, hogy olimpikon meg már gyerekkorában bajnok volt. És vitorlás családból származik. És egy olyan családból származik, ezt nyugodtan mondom, egy olyan család, akinek a sarjai, tagjai a legtöbbet szerepeltek vitorlás olimpiákon. Tehát a Litkei név a vitorlás olimpiák eredményeit, résztvevőit összeszámolja, torony magasan vezetnek. Mert sokan voltak, akik már olimpián voltak ilyen-olyan hajótípusban, a Litkeiék is más-más hajótípusban, de a család az a név, hogy Litkei a legfrekventáltabb család ilyettén tulajdonképpen. És ezt lehet, hogy a utódok is tovább fogják vinni? Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, igen. Mindegyik családban vannak olyanok, akik komolyan érdeklődnek a vitorlás, és vannak a családnak olyan tagjai, akik nem érdeklődnek annyira a vitorlázás iránt.
Kétféle ember van, aki megszereti a vitorlázást első pillanatban, megérzi a szelet, megérzi a víznek az illatát. Szerelmes lesz bele. És szerelmes lesz. A másik, aki azt mondja, hogy egy úristen, egy órát eltölteni egy ilyen hajón, az egy rettenetes kínszenvedés, el nem tudom képzelni. Na jó, egy órát egész biztos, hogy mindenki el tud tölteni. Külsően nincs nagy vihar. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes kipróbálni, hiszen lehet, hogy beleszerelmesednek ebbe a sportba. És a másik, ami egy igen fontos dolog, hogy ezt a sportot, ezt nagyon sokáig lehet űzni. Példa erre Dulin Jenő, aki, hát a, téged nem emeltek ki, mint a legidősebb versenyzőt, de én azt gondolom, hogy a legidősebb kapitányként egészen biztos, hogy te vitted a hajót, és hihetetlen energiával és koncentráltsággal tudtad végigvinni. Azt gondolom, hogy, hogy egy fantasztikus teljesítmény, amit csináltál. Megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy el fogsz menni a versenyre, mint ahogy én is azt mondtam magamnak, hogy hát én ezt most kihagyom. Egy önvallomást lehet tenni. Lehet. Azt mondom el, hogy ez nekem egy próbatétel volt. Elhatároztam, hogy amikor láttam, hogy milyen lesz az időjárás, és hogy hosszú versenynek kell készülni, akkor azt mondtam, hogy elmegyek. De a csapat föl volt készítve arra, hogy másokkal menjenek a hajóval, mert a hajó részvétel az fontos. Egyébként, és megmondom őszintén, nem bántam meg, a próbatétel jól sikerült, de tanulság arra, hogy 3 hét múlva lesz egy verseny, ami 24 órát tart, elindul reggel 9-től, másnap reggel 9-ig. A csillagtúra. A csillagtúra, igen. Oda biztos, hogy nem fogok elmenni, mert ez tanulság volt, azért nekem is hosszú volt ez. Viszont megcsináltad, az aranyérem itt van, még egyszer gratulálunk hozzá, az Európa 30-as osztályba, tehát az Ábrán Dulin Jenő kormányzásával ebben az évben is első lett. Reméljük, hogy a jövő év is ilyen jól fog sikerülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, én is, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, ez volt már a Foci és Sport. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozhatnak. Remélem, akkor már itt lesz mellettem Takács Tibor is. Kerekes Kázmér nem érkezett meg, de reméljük, hogy nagyon sok mindent, információt tudtunk átadni önöknek a vitorlázásról, a kékszalagról, és egyáltalán a Balatonról és a vitorlázás történetéről. Köszönjük. Műsorunk támogatói: Penta, általános építőipari Kft. Protek fejlesztő Kft. Kaloterm, építészeti és épületgépészeti Zrt. VLG, kábelkereskedelmi Kft. Ibl tervezőiroda. Műsorunk médiapartnere: a Sport Plus.